Befejeződött a családi adóvisszatérítés első körének kiutalása. Február 14-éig több mint 610 milliárd forintot kaptak kézhez a gyermeket nevelő szülők. Horvát István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a körzetében több mint 10 ezer fő részesült a támogatásban 4 milliárd forint értékben. Utóbbira azonban csak azok voltak jogosultak, akiknek az adóhivatal ismerte az utaláshoz szükséges adatait, vagy tavaly december 31-ig benyújtotta a nyilatkozatát. Sajnos több adózó 2021. december 31-ig nem nyilatkozott az adatainak a, a pontosításáról, ezért vannak, akik ezt nem kapták meg de mindenki jogosult erre az adó visszatérítésre, így ez a fajta lehetőség senki számára nem fog elveszni. Akik elmulasztották leadni a nyilatkozatot, vagy akiknek a munkáltatója hibás adatokat adott meg az adóhivatalnak, ők az SZIA bevallásban igényelhetik vissza a pénzt. Tehát mindenki meg fogja kapni. A második kör az 2022 márciusától, de az SZIA bevallásuk ahhoz képest e, legkésőbb 30 napon belül fogják megkapni a 2021-es adó visszatérítésüket. Tolna megyében ez megközelítőleg 4000 főt jelent még. Horváth István hozzátette: Mindenre azért van lehetőség, mert a magyar gazdaság jól teljesít, így erről az összegről az állam le tud mondani, és meghagyja a családoknak.